Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! Mai videóban egy könyvajánló per közös olvasást szeretnék elkészíteni, ugyanis Evelynnel a Pergomerre hány szavak csatornáról olvastuk el közösen Adam Silver a hazánkban legújabban megjelent könyvét, a Mindketten meghalnak a végén című kötetet. Erről fog szólni a mai videó. Már nagyon régóta várom, hogy Adam Silver a könyvei megjelenjenek Magyarországon, ugyanis még évekkel ezelőtt, jól emlékszem, 2016 környékén megjelent az Inkább Boldog című könyv, amely külföldön hatalmas sikert aratott, és azonnal megkapta érte Adam Silver a nagy nevet, a nagy betörést a kortárs irodalomban, és utána sorra jelentek meg külföldön a könyvei, viszont Magyarországon sajnos nem érkeztek újabb könyvek hozzá, és ha jól emlékszem, akkora nagyon nagy hype nem is volt ez a könyv körül sajnos, pedig ez is egy nagyon-nagyon izgalmas, romantikus, LMBTQ ifjúsági történet. Viszont a mai videó főszereplője a Mindketten meghalnak a végén című könyv lesz, ami éppen idén a könyv 7-kor jelent meg hazánkban a Menő könyvek kiadó gondozásában, amely egy ugyanolyan líra csoport, mint a Manó könyvek. Nagyon szép egyébként a borítója, korábban mutogattam már videókba, itt nem ér el teljesen a széléig, ki lehet hajtani, konkrétan itt van a fülszöveg is a borító belsejében, ez egy nagyon modern megoldás, külföldön nagyon népszerűek az ilyen típusú kiadások. Ez a videó úgy fog kinézni, hogy Evelynnel összesen 3 hangüzenetet küldtünk egymásnak az olvasás előtt, az olvasás közben, a könyvnek pontosan a közepén, emellett az olvasás legvégén. Annyi még, hogy az utolsó oldalakat videóra is vettük, amelyben látható a reakciónk, miközben olvassuk az utolsó oldalakat, amely hát elég... Hogy is fogalmazzak, eléggé felborzolta az érzéseimet. No de, kezdjük is akkor úgy gondolom a legelső hangüzenettel, és majd reagálok Evelynre itt ebben a videóban arról, hogy nekem milyenek voltak ezek az érzéseim. Nézzük akkor, hogy Evelyn mit szólt hozzá. Na hát, szia Edon! Ne csodálkozunk azon, hogy megint rá tudtál beszélni egy könyvre, amit közösen fogunk olvasni, és végül is nem bánom most már. Az elején még úgy voltam vele, hogy mi ez a könyv, mi lehet ez, azon kívül, hogy tudjuk, hogy mindenki meghal a végén, de aztán Szannánál is láttam erről videót, és rájöttem, hogy jó, ez egy jó választás lesz. Azt érzem, hogy nekünk fog tetszeni ez a könyv. És hát én nem olvastam a szerzőtől eddig semmit, ahogyan azt te is tudod, de rákerestem az előző könyvére, ami megjelent Magyarországon, és hát eléggé jónak tűnik, lehet, hogy azt is el kellene majd olvasnom, ha ez tetszett. Én már, amikor ezt az üzenetet küldöm, már 50 oldalt elolvastam a könyvből, és nagyon komoly, félek nagyon a végétől, meg úgy az egésztől, de közben várom is az élményt. Szóval ez tipikus esete annak, hogy szenvedni fogsz, de közben örülsz majd neki. Úgyhogy nagyon várom a bejelentkezésedet, és hogy együtt sírjunk majd a végén. Szia! Hát nagyon örülök még egyszer, hogy Evelyn rá tudtalak beszélni erre a könyvre, ugyanis Evelyn konkrétan miattam vette meg a könyv héten ezt a könyvet. Én beszéltem rá, hogy fixen fog neki tetszeni, mert nagy bizalmat szavaztam ennek az írónak, Adam Silverának. Szannánál valóban láthattuk ezt a könyvet korábban, mielőtt megjelent magyarul, ő már angolul elolvasta, és ha jól emlékszem, neki is nagyon tetszett, és hát végül is nekünk is nagyon tetszett, annyit elárulhatok így a videó elején. De hogy miről is szól ez a történet, azoknak, akik nem ismernék, egy olyan világban járunk, New Yorkban egyébként, ahol nem nagyon, nincs túl sok különbség a mi világunkkal kapcsolatban, viszont annyi van, hogy ebben a világban 24 órával az emberek halála előtt jön egy értesítés, egy telefonhívás, amelyben figyelmeztetik, hogy meg fog halni, és hogy van még egy napja, hogy mindenkitől elbúcsúzzon, még egyszer utoljára éljen, de ne maradjon befejezetlen ügye.
És egy ilyen hívással indul a történet, kettő hívással pontosabban, ugyanis Mateo és Rufus a két főszereplőnk, és ők fognak kapni hívást a haláltól. Ők pedig majd későbbiekben barátok lesznek, ugyanis egy olyan netes barát, társkereső app, az utolsó barás app is megjelenik, amelyben olyan emberekkel ismerkedhetnek meg a szereplők, akik szintén aznap halnak meg, mint egy Tinder társkereső, úgy kell elképzelni nagyjából ezt a netes barátkeresőt, és itt ismerkedik meg Rufus és Mateo. Nagyon-nagyon jó egyébként az egész világ felépítése Adam Silverának, nagyon pontos, nagyon kidolgozott, nagyon tetszettek nekem azok a helyszínek, azok a helyek, azok a programok, amelyeken részt vehetnek ezek az emberek, akiknek már csak 24 órájuk van, mielőtt meghalnak. A cím is egyébként eléggé felhívja magára, úgy gondolom, a figyelmet, ugyanis mondhatjuk úgy, hogy a cím maga spoiler. Viszont, ha elolvassuk a főszöveget, elkezdünk róla beszélni, nem lehet kikerülni azt, hogy nem mondjuk el, hogy a végén meghalnak, mert mindketten megvannak a végén. És Adam Silverre is úgy mondja a köszönetnyilvánításban, hogy elsőnek mindenki meglepődött a cím választásán, de szerintem pontosan ezzel hívja fel magára a figyelmet, mert ő kipakolta a dolgait, és elmondta, hogy na, ez a könyv, ez lesz, erre számítsatok, és itt nem az lesz a lényeg, hogy mi a vége, hanem az egész út, amely során eljutunk a végére, és szerintem ez nagyon így van ennek a könyvnek az esetében. No, hallgassuk meg akkor Evelynnek a második hangüzenetét, ugyanis ez a könyv négy nagy egységre bontható, és a négy nagy egységek között egyébként megmutatom, hogy nagyon-nagyon szép oldalak vannak, szóval az elválasztó az ilyen full fekete, ezt korábban is mutattam, és a harmadik egység az körülbelül pont a könyvnek a közepe, a harmadik egység előtt küldtünk egymásnak egy újabb hangüzenetet, amelyben már ugye a könyv felén túl voltunk. Nézzük akkor, Evelyn, mit szólt? Na, szia Edmond, elolvastam a harmadik részig, a 250. oldalig a történetet, és hát meg kell mondanom, nem erre számítottam, valamiért azt gondoltam, hogy hatalmas tetteket visznek véghez addig, amíg ugye van idejük a fiúknak, Rufusnak és Mateónak, de leginkább semmivel töltik az idejüket. Jó, persze, nyilván nekik fontos az elbúcsúzás, meg az, hogy csak úgy random ötleteket megvalósítsanak, mert hát igazából a valóságban is ez történne, tehát nem lenne időd gyorsan kitalálni valami egetrengető dolgot, meg egy bakancslistát végigvinni, de valamiért azt hittem, hogy jobban felkészültek lesznek, így, hogy végül is szóltak nekik, hogy meg fognak halni, illetve szerintem, nem tudom, hogy ezt te hogy látod, sokkal inkább Mateo dolgai körül forog ez az egész történet, és Rufus szinte csak követi, és támogatja, és nekem nagyon hiányzik, hogy Rufusnak is adjunk teret arra, hogy nem tudom, elbúcsúzzon, ami ugye már végül is valamennyire megvolt, de hogy valamit csináljon ő is, tehát értem, hogy nincs senki, de azért valahova legalább menjenek már el oda, ami neki is fontos, nem csak Mateónak. És hát egyelőre nehéz elképzelnem, hogy ez alatt a pár óra alatt ők mondjuk összejöjjenek, pedig gondolom ez lesz az értelme az utolsó napjuknak, vagy legalábbis nagyon remélem. Ez az első benyomásom így a felénél a könyvnek, azért még nem történt olyan nagyon sok minden, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. Így van, szóval valójában ez egy LMBTQ romantikus ifjúsági történet. Ha már benne van a címkében a romantikus, egyből gondolhatjuk, ez a két főszereplő valahogy össze fog jönni. De hogyha jellemeznénk külön-külön, vagy próbálnánk ilyen főszereplői archetípusokat adni Mateónak és Rufusnak, akkor Rufusra nagyon erősen felhúzható ez a tipikus könyves rossz fiú, a kicsit lázadó, a sokkal a intenzívebb életet élő, míg Mateó a kicsit magába húzódó, a kicsit könyvmolyabb, ilyen kicsit, mintha Bella lenne az alkonyatból, vagy nem is tudom milyen példákat mondjak, aki annyira nem mozdul, aki annyira nem él aktív életet, és ez nagyon erősen benne van Mateo életében, hogy konkrétan ő antiszociális ember volt egész életében, és félt kimozdulni, és ez a könyv valójában sokkal inkább az ő fejlődés története, mint sem Rufusé, és ez számomra nagyon-nagyon érdekes volt benne. Nekem egyébként tetszett, persze én is érzékeltem, hogy Mateóból sokkal-sokkal többet kapunk, viszont Rufusnak annyira sok dolga nincs is az életében,
Ez sem annyira nagyon-nagyon nagy spoiler, de hogy Rufusnak nincs is igazából családja, mert ő a családja már meghalt, csak barátai vannak, így neki csak a barátaitól kell elbúcsúznia, úgymond, bár neki is van egy befejezetlen ügye, és neki is van egy csavar a történetébe, amellyel meg kell küzdenie, egy nagy-nagy bonyodalom, de ettől független Mateo az, akinek az apjától, a legjobb barátnőjétől el kell búcsúznia, és a könyv elején inkább arról van szó, hogy Rufus Mateót próbálja kimozdítani a komfortzónájából, és arra ösztönözni, hogy éljen, és hát Mateónak szépen lassan lépcsőről lépcsőre fog látszódni ez a fejlődése, ahogyan Rufus őt teljesen megváltoztatja, úgymond, és hát végül Mateó fog majd ő kezdeményezni, és ő neki kell majd bátornak lenni, ami szerintem az ő fejlődés történetének a végterméke, és nekem nagyon tetszett végül is ez a megoldás. A második felében már azért többet fogunk Rufusból kapni egyébként, és hát, ha nem is 50-50 az eloszlás a két karakter között, de aztán kicsit Rufus is majd egyre jobban előtérbe kerül, meg megismerjük jobban az ő múltját is, ami azért tényleg nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon tragikus is egyben. Na nézzük akkor az utolsó hangüzenetét Evelynnek, amire nagyon kíváncsi vagyok. Szia, Edwin, befejeztem a könyvet. Jöjjenek az utolsó kérdéseim. Mennyire gyötört meg téged a vége? Mert engem meggyötört, de végül is nem sírtam. És azt gondolom, hogy ez a második fele nagyon-nagyon jó volt a könyvnek. Nekem jobban tetszett, mint az első fele. Nyilván nagyobb történések voltak benne, sokkal izgalmasabb volt, és azt éreztem, hogy most már kiegyensúlyozott a kapcsolata a két fiúnak, haladunk előre, végre nem időpocsékolás az utolsó napjuk, tényleg csodálatos volt. Nekem az is nagyon tetszett, erről nem tudom, mi a véleményed, hogy egy csomó-csomó mellékszereplő is bejött egy-egy oldal erejéig, ami szerintem jó volt, mert mindenkinek volt kapcsolódási pontja, és ezért egy ilyen nagy, belsőséges családot látunk, úgyhogy voltak olyan szereplők, akikről maguk a fiúk nem tudták, hogy kik ezek, de szerintem ez nagyon-nagyon jó volt, így több oldalról is láthattuk ezt a világot, és hogy hogyan működik. És az lenne a következő kérdésem, hogy használnád-e a halálhíreket, hogyha a mai világban ez működne, és választható lenne az, hogy kapj-e telefonhívást arról, hogy ma meg fogsz halni. Nagyon-nagyon tetszett az írónak az az utolsó jegyzete arról, hogy hogyan írta meg ezt a könyvet, milyen gondolatai voltak, nagyon egyet tudok érteni. Én is próbálom úgy élni az életemet, ahogyan az író is elmondja. És hát én biztos használom a halálhíreket egyébként, mert ez nem annyira rossz dolog, és ebben a világban ezek a kialakított dolgok, amik kikapcsolódnak az ember halálához, ezek is szerintem nagyon jók. Tehát, hogy maga az ötlet, ez zseniális. Egyébként pedig a szereplőknek az elgondolása arról, hogy mi várja őket a túlvilágon, is zseniális. Remélem, hogy valamelyik valóban így van, miután meghalunk. Szóval ez egy nagyon jó könyv volt. Egy nagyon-nagyon pici hiányérzetem maradt azután, hogy a fiúk hova jutottak el, és hogy aztán hirtelen mégis ugye bekövetkezett, amit a cím is mond. Nem tudom, hogy te hogy voltál ezzel. Tudom, hogy csak egy napjuk volt, és igazából a napjuk második felében kerültek egymáshoz közel, de nagyon-nagyon örültem volna, hogyha egy kicsit több idejük van így bensőséges kapcsolatra egymással, de hát ez van. Szóval tényleg nagyon tetszett, és ezt vártam ettől a könyvtől, nem volt csalódás, úgyhogy remélem, hogy neked is ilyen jó élmény volt, és nagyon várom a videódat róla. Szia! Én is mindenféleképpen használnám ezt a halálhívásos lehetőséget, és tényleg nagyon fontos üzenetekre hívja fel a könyv a figyelmet, és a végéről is mesélt Evelyn, amely írói jegyzeteket tartalmaz, ugyanis itt igazi noteszek vannak, amelyekben az eredeti írásai vannak beszkennelve Adam Silverának, és ez szerintem nagyon nagy extrája a könyvnek, hogy ebbe is betekintést enged, ugyanis ő minden könyvéhez vesz egy noteszt, és abba firkálja a dolgot, van, hogy rendes párbeszédeket ír bele. Emellett ennek a könyvnek ő a végén van egy ilyen nagy-nagy-nagy-nagy kapcsolatháló, ábra, pókháló is, amelyben bemutatja, hogy ki kivel áll kapcsolatban, vagy milyen
esemény volt az, ami az ő életüket párhuzamba állította, találkoztak, és ez is olyan érdekes volt számomra, ugyanis ahogyan egyre haladunk a történetbe, egyre több mellékszereplő, ahogyan Evelyn is mondta, előtérbe kerül, de csak egy oldal, két oldal, max. Három oldal rövidke kis fejezetekig. És ezek a nézőpontok alapján teljesen más perspektívákból láthatjuk a fiúk történését is, emellett szerintem tényleg ez is hozzásegített a világépítéséhez Adam Silverának, hogy élő példák által mutatta meg, hogy mennyire kiszámíthatatlan is tud lenni a halál. Mindent összevetve nekem is egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. A végét illetőleg tényleg nagyon lassan alakult ki ez a barátságból való vonzódás és szerelem a két fiú között. Így annyira sok romantikus részt nem kaphattunk a vége fele, amit én is kicsit bántam és kicsit sajnáltam, de végül is így is nagyon kerek volt a történet. Semmi 18 pluszos nincs egyébként benne, 16 éves kortól már simán tudnám ajánlani ezt a történetet. Lesz egy bevágás, ahol éppen olvastam az utolsó oldalakat Harkányba, és ott látszik, hogy nagyon meghatódtam, de én sem sírtam el magam annyira a könyv végén, mint amennyire hittem, hogy el fogom majd magam sírni, viszont engem is nagyon-nagyon meghatott, nagyon-nagyon mélyen letaglózott a befejezés. Mindent összevetve én nagyon-nagyon örülök, Evelyn, hogy együtt olvastuk ezt a könyvet, és remélem, hogy nektek is a videó után kedvetek támadt kezetekbe venni a Mindketten meghalnak a végén című könyvet, vagy akár Adam Silverának az Inkább boldog című könyvét, ami szintén egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon szívmelengető történet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Nekem ez az olvasás 5 csillagos lett, és nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem lett 2022-ben, szóval remélem, hogy ti is majd el fogjátok olvasni ezt a könyvet. Hamarosan érkezem a következő videóval, addig is mindenkinek szép napot, jó olvasást kívánok, sziasztok!